Isten vigyen életmutatót, kerüljön el minden vágyat, minden vágyat, és szívét Istennek adja, gazda az nagyon, mert Isten bőven megfizet, ő lesz a jutalom. Jézus az örök főpap nem ígérte hiába, aki őt követi, boldogságra vár rája. Új misés papátyám kis szívem kívánja, buzgó magvető légy Krisztus egyházában. Kedves főtisztelendő Zoltán atya, kedves Zolika! Szeretett falunknak ma nagyon nagy ünnepe van. Történelmében negyedszer fordul elő, hogy valaki a papság hivatását válassza. Óriási megtiszteltetésként pedig itt lesz első szentmisék. Zoli atyát bemutatni nem hiszem, hogy szükséges a híveknek. Özvegy édesanyjával, két bátyjával és családjával itt él. Elhúlyt édesapja már csak fentről tud büszkén betekinteni rá. Ő sejtette már, hogy a kisfia élete merre irányul. Voltak ennek jelei, hiszen játékból ugyan, de készített egy picike oltár. Az apa elment, de maradt egy jó anya és két jó testvér, akik életét mindig a megfelelő irányba terelték. Itt él, ide jutott, és ezért boldog ma. Én hogyan emlékszem rá? Nem volt túl eleven gyermek, de visszahúzódó sem. Nem vált ki barátai közül, de azokat mindig megválogatta. Feltűnt szorgalmával és nagy érdeklődésével, ami a részletekig terjedt. Vallásossága korán kitűnt, azzal kapcsolatos magyarázatai a beszélgetések során mindig érdekesek voltak. Első osztály végén már nem csak a mesekönyvet olvasta. Pályaválasztása célra törően tudatos volt. Készült az általa akkor már elképzelt hivatásra, sosem hátrált meg a nehézségek elől. Neki tanulni kellett, sok mindenről lemondva. Édesanyjától, testvéreitől távol, egyedül oldotta meg problémáit. Számára lemondást semmi sem jelentett, hisz ő ezt az életet választotta. Megpróbáltatások is csak erősítették elhatározásában, hitében mindig gazdagabb lett. Ma egy közösség ünnepel téged, ami nagyon nagy dolog. Büszkék vagyunk rád. Példaképe lehet sok-sok értelmes szentgyörgyi fiatalnak. Öregíteni tudod Tatár Szentgyörgy jó hírét szerte az országban. Istenem, vigyázz Zoltán gyermekedre, őrizd meg őt hitében, maradjon meg jó példaként. Legyen kitartása végigmenni ezen a szép és nehéz úton. Zolika, foglalj minket imáidba, bármerre visz az isteni akarat, mi mindig büszkén követjük érted alakulását. Mint mindig Zoli atya, a mi Zolikánk marad. Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, ezt a szentmisét édesapámért és nagyapámért mutatom be, akik ma nem tudnak velünk együtt itt ünnepelni, valamint mindazokért, akik valamivel is segítettek ahhoz, hogy az Úr oltáránál állhatok. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istenem, és nektek testvéreim, hogy sokszor is sokat végeztem,
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket,
és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes második könyvéből. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta. Az Úr irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt. Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, örvendjetek és tökéletesedjetek. Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála!
az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet von magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Tisztelendő főesperes úr, tisztelendő rektor úr, kedves paptestvérek, kedves újmisé és atya, kedves édesanyja. Számtalan meghívás történetet olvastunk és hallottunk már életünk folyamán. Számtalan papnak az életrajza, fiataloknak, idősebbeknek érdekes volt és megkapó, különösen az, ahogy az Isten megszólítja és meghívja egy fiatal embert, hogy az ő szolgája legyen. Mindegyik történet sajátos és egyedi, de mégis van valamennyiben közös, mégpedig az, hogy Krisztus meghívta és megszólította őket. Krisztus szólította meg Pétert, Jakabot, Jánost és a többi apostolt, az apostolok után pedig az egyház történelemben számtalan fiatalt, idősebbet, hogy papja vagy szerzetese, misszionáriusa legyen, hogy Isten igéjét hirdesse. Ilyen volt Pió atya, második János pápa, és ilyen leszel te is. Olyan meghívást kaptál, amely személyre szól, személyesen neked, pontosan talán nem is tudod, mikor hallottad, mikor érezted szívedben, hogy az Isten megszólított téged, nem tudod pontosan, hogy mikor volt az első meghívás, de azt egyre jobban, egyre erősebben érezted, hogy az Isten megszólított és meghívott, hogy az ő papja légy. És jó volt hallani itt a bevezetőben, ahogy felsorolták és elmondták, hogy milyen korán kezdtél készülni, hogy Istennek szolgáljál. Mennyire meglepő és mennyire csodálatos, hogy az Isten megajándékoz egy fiatalt ezzel a csodálatos titokkal, hogy ő pap lehet. Mennyi kanyar van addig, mennyi bukdácsolás a mi részünkről, mennyi emberi gyengeség előjön, hányszor érezzük azt, hogy alkalmatlanok vagyunk Isten meghívására, és mégis többször halljuk a szívünkben, lelkünkben, én így szeretlek téged. Így szeretlek téged, így választottalak ki, tudtam emberi gyengeségeidről, tudtam, hogy milyen jó tulajdonságaid vannak, mert megvoltak az apostoloknak is, minden gyengeségük, minden jó tulajdonságuk. Az Úristen nem szelektált, amikor meghívott téged. Rád tekintett és megszólított, jöjj, kövess engem. És te igent mondtál az Úrnak. Igent mondtál, és mi itt vagyunk, hogy ezen a szent misén veled együtt adjunk hálát a mindenható Istennek a te meghívásodért. Kedves Zoltán atya, amikor igent mondtál az Istennek, a te hivatásod történetét is megkezdték írni, mint mindannyiunk hivatás történetét.
hogy kirajzolódjon ebben a hivatás történetben Krisztus arca, és ha kirajzolódott, akkor egyre jobban fölragyogjon ez az arc. Egy Krisztus arcot kell megrajzolnod életed történetével, hivatásod történetével, hogy ez a Krisztus arc által mások közelebb kerüljönek Istenhez. Hogy tudod ezt megtenni? Hogy tudod megrajzolni ezt a Krisztus arcot, hogy mindenkinek ragyogjon, és minél több embert Istenhez tudj vezetni általa? Amikor újmisés voltam, egy idős beteg paptestvér azt mondta nekem útravalóul, ne feledd, először légy ember, másodszor keresztény, és csak harmadszor pap. E hármat ne keverd össze, mert akkor leszel boldog. De mindig légy ember. És megszorította a kezemet, és szemembe nézett. Ha mindig ember maradsz, akkor emberként tudod megszólítani azokat, akikhez az Isten küldött. Ember, aki az emberek között fölismered Krisztust, aki maga is emberré lett, ember, aki a másik emberben észreveszed az embert, a küzdő, a szenvedő és gyötrődő embert, ember, aki emberek között szolgálsz, és nem távol a világtól, ember, aki a struktúrák nem esznek meg, hanem ember tud maradni köztük is. Ember, aki gyöngeségét, esendőségét emberként éli meg. Ember, aki a vidámságát, nyitottságát megőrzi. A Jóisten egy jó természettel ajándékozott meg téged. Vidám és nyitott ember vagy. Vidámságod és nyitottságod sok embert meg tud fogni, hogy Krisztusé legyen. Amikor erőtlennek érzed magad, Krisztus embersége erőt ad számodra, hogy hivatásodat meg tudd élni. Hűséges lenni ahhoz, amit ő kér és vár tőled. Bíz Isten nagy művében és cselekedeteiben, úgy élj, mint akinek hivatása, és ne úgy, mint azok, akik tönkreteszik magukban Krisztus arcát. Szent Bernát apát, amikor szerzetes lett, azt kérdezte egy alkalommal önmagától, Bernát, miért jöttél ide? Te is tedd fel a kérdést magadnak, Zoltán, miért lettél pap? Miért akarsz pap lenni, miért akarsz Isten szolgája lenni? Bernát azt válaszolta, azért, hogy egészen Istené legyek, és Istennek szenteljen magamat. Te is, amikor pappá lettél, te is Istennek szentelted magadat, odaadtad Istennek, hogy Isten visszaadjon majd egy közösségnek, egy népnek szolgálatára. De ha nem ajándékozod oda magadat, nem adod át magadat az Istennek, úgy, ahogy Bernát megtette, akkor nem tudsz szolgálni. Nem vagy képes arra, hogy egészen Istené legyél. Kedves újmisés atya, Bernát szavai mélyen bennünk kell, hogy éljenek. Hiszen meghívott emberek vagyunk, akik egyszer válaszoltunk az ír hívására. Olyannak kell lenni a hivatásunknak, mint a felajánlásnak az oltárnál. Mindent oda kell adnunk. Mindent föl kell ajánlanunk. Nem lopkodhatunk vissza az oltárról semmit. Amit egyszer átadtunk az Istennek, az az Istené. Amit egyszer rátettünk a paténára, az ostya mellé, az életünket és a hivatásunkat nem vehetjük vissza. Mert egészen az Istené. Az ostyával együtt az egész életedet konszekrálod, valamit és valakit fölajánlasz a mindenható Istennek, valakit és valamit kivonsz a világból,
hogy az Istené lehessen. Istennek magának lettünk szentelve. Teljes egészében, visszavonhatatlanul Istenhez tartozunk. Meg vagyunk hívva arra, hogy Istennel egyesüljünk. Kedves testvérek, amikor újmisére jövünk, és telve van a szívünk hálával, köszönettel a mindenható Isten iránt, akkor itt nem állhatunk meg sem hívő, sem pap, mert mindenkinek igazában most kezdődik el a szolgálata. Az újmisés atyának az oltárnál és köztetek, nektek pedig a szívetekben minden nap hordozni kell őt. Imádkozni kell érte a hétköznapokban, mert az ünnepek elmúlnak, és a hétköznapok következnek utána. A hétköznapokban kell a fiatal újmisés atya mellett állni, hogy az Úr adjon neki erőt a ti imádságotok által, a ti támaszotok, a ti lelki segítségetek által. Mert amikor azt fogja érezni, hogy van mögötte valaki, vannak olyan emberek, akik imádkoznak és vele együtt küzdenek, akkor sokkal könnyebb hordozni azt a keresztet, sokkal könnyebb odaadni az életét bármilyen szolgálatra, mert vannak, akik velem együtt küzdenek. Vannak, akik velem együtt imádkoznak. Azt szoktam mondani a híveknek odahaza, hogy számomra ti olyanok vagytok, mint a szenvedő embernek a mankó, amiben olykor bele tudunk mi kapaszkodni, amivel mi újra talpra tudunk állni, amivel mi újra el tudunk indulni. Amikor azt látjuk a szemetekből, hogy valóban örültök a szolgálatnak, amikor azt látjuk az életetekben, hogy közelebb jutottatok az Istenhez, akkor az nekünk is erőt és bátorságot ad. Amikor letértelünk az oltárnál, és imádkozunk értetek és veletek, érezzük, hogy az Isten nagyon közel van hozzánk. Kedves újmisés atya, engedj meg nekem egy személyes élményt is elmondani itt a papszentelésen. Tudom, hogy édesapád már nem él. Én hálás voltam a gondviselő Istennek, hogy idős apukám még élt, amikor pappá szenteltek. És őszintén megvallom, a papszentelés prédikációjára kevésbé emlékszem. De arra nagyon jól emlékszem, amikor papszentelés után a szülőfalumba idős apukámmal hazatértünk, és mielőtt az ajtót kinyitotta volna, megállt, megfordult, és rám nézett, és azt mondta, kisfiam, szeretnék neked valamit mondani. És akkor én azt mondtam neki, apukám, mondd, hallgatlak. És azt mondta, tudod, kisfiam, ne felejtsd el, hogy honnan indultál. Ne felejtsd el, hogy honnan nyitottad ki az ajtót, hogy elindulj, hogy pappá légy. És most én is azt kérem tőled, Zolikám, ne felejtsd el, hogy honnan indultál. Melyik családból, melyik néptől, bárhová kerülsz az életben, bárhová helyezzen az Úristen szolgálatra, soha ne felejtsd el, hogy honnan indultál, kiknek kell megcsókolni a kezét, kinek kell köszönetet, hálát mondani azért, hogy az Úristen után melletted állt valaki és segített. Ne felejtsd el azt a népet, ahonnan az Úristen meghívott téged. Légy hálás, köszönj meg a mindenható Istennek, hogy egy egyházközségből hívott és szólított téged. Lehet, hogy vannak gyengeségei, vannak hibái, de ebből a népből választott téged, ebből a népből hívott meg. És erre a népre te mindig szeretettel emlékezzél.
ahányszor az oltárra hajolsz, ahányszor bemutatod a szentmise áldozatot, szívedben mindig legyen ott az a nép, ahonnan az Isten meghívott, ahonnan az Isten kiválasztott téged, akik imádkoztak, akik gondoltak rád, akik segítettek téged, hogy az Úristen oltáráig eljussál. Soha ne felejtsd el, hogy honnan indultál. Ez mindig erőt is fog adni, és alázatra is fog tanítani. Erőt fog adni ahhoz, hogy mindig tudod, hogy vannak, akik imádkoznak érted. Alázatra int, hogy te is egy vagy közülük. Téged megajándékozott az Isten, nem érdemeidért, hanem szeretetből. Szeretetből ajándékozott meg az Isten, hogy papja és szolgálja légy népe körében. Amen. Isten szeressen meg. Testvéreim,
a mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az atyát a fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. A Szent Háromság egy Isten dicsőítsék életükkel az atya, a fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. Kérjünk téged, hallgass meg minket! A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérjünk téged, hallgass meg minket! A Szent Háromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. Kérjünk téged, hallgass meg minket! A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Kérjünk téged, hallgass meg minket! Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész mennyország egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által, szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Istenünknek.
igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szent Lélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való hegységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényekben. Így, amit isteni szavadra dicsőségedről hittel hallunk, azt fiadról is állítjuk, a Szent Lélekről is hirdetjük, minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző szemét imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fennségben. Ez dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub és szeráf kórusok, kik örökké éneklik és együtt zengik. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Benedek pápánkat és Miklós püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad mond mindenkor bűn és baj nélkül éljünk.
Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megküld az én lelkem. Kedves testvérek, az áldozás rendje a következő, tehát itt középen az oltár előtt az újmizsés atya a diakonus atyával együtt áldoztat, és még másik két áldoztató a templom közepén, illetve hátuljában egészen végében is fog áldoztatni, és természetesen az énekkart is külön meg fogjuk áldoztatni.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, e szentség vétele és az örökké való egy és oszhatatlan szent háromság megvallása szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves újmisét, Atya! 2007. augusztusában vetett ide a püspöki akarat, és az első benyomás az, amikor mondtad, hogy nem jössz el a ifjúsági táborba. Hát mondom, ezek szerint akkor ez nem ilyen ifjúsági lelkipásztor, ez a kispap. Aztán mondta nekem egy kolléga, hogy évfolyam találkozót tartott, és akkor látott téged zenélni. Na, akkor már felcsillant a szemem. Körülményeket most nem mondom el. Aztán lejöttél egyébként a felsőse a ifjúsági táborba, amit az ottani fiúk egy páran vannak itt túléltek, amikor nem akartak este lefeküdni, akkor rábeszélted őket. Hát mondom, akkor már csak valami változás elindult. Aztán egyszer jöttem ki szombaton előesti szentmisét tartani, és hát jó vagy rossz szokásom, de az, hogy én igyekszem mindig nagyon korán jönni egy órával, vagy egy három órával is a szentmise előtt, és nyitva volt a templom, és már kezdtem érgeskedni, hogy hát miért hagyják őrizetlenül a templomot, és akkor azt láttam, hogy itt imádkoztál bent. És akkor arra gondoltam, hogy most már egészen jól alakulnak ezek a dolgok. Szóval csak azt akartam mondani, hogy ezeknek az eseteknek a mindegyike, és ezt nagyon komolyan mondom, szép lassan felvillantotta előttem azt a fiatalembert, akivé értél, vagy akivé segített most a Szentlélek Úristen. És a tegnapi napon 11 óra 22 perckor sérdeltél a püspök atya elé, akkor tette rá a kezeit a fejedre, úgyhogy ezt megjegyezted, 11 óra 22 perc. Érdekes volt, hogy hármaskánont imádkoztátok a püspök atyával, mint annak idején és 14 évvel ezelőtt, és pont azt a részt mondtad te is, mint annak idején én. De hát nyilván nagyon sok hasonlóságra mondhatna itt most sok testvér, de én azt gondolom, hogy véletlenek nincsenek. Fogsz majd otthonul. Ezt már nem tudom, hogy nem én a motorral kapcsolatban. Messzire már nem hiszem a motorral. Azt gondolom, hogy a Jóisten meghívása mai napon egyértelművé vált. A te számodra már nagyon régóta, meg azt gondolom, hogy nagyon sok úgy számára, de az itt lévők számára most már visszavonhatatlanul. És én azt kívánom, és azt kérem a Jóistentől, hogy erről a meghívástól soha ne feledkezz el. Akkor sem, amikor majd szürke lesz az ég, vagy fekete. Mert akkor is érvényes ez a meghívás. Az egyházközség nevében pedig szeretettel átadom a rovatárat, amit azok már ugye ismernek, akik annak idején ott voltak Edomában a Tea délutánon, fogad nagyon sok szeretettel, és reméljük azt, hogy minden szentmisétben, amikor megemlékezel az élőkről és a holtakról, akkor ebben benne lesznek a tatárszemüvegyek is, és ahogy a szónok atya mondta, azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy honnan indultál, sem a család szempontjából, ez természetes, sem a közösség szempontjából. Hát ez a közösség most ezzel kísért téged, és akkor az egyiket most jelképesen átadom neked, mert ezt kérték rá. Köszönöm.
Mielőtt köszönetemet kifejezném, felkérem főtisztelendő Hajdú Jenő főesperes apát urat, hogy egy meglepetést felolvas a kedves testvéreknek. Igazából nem is a nagy meglepetés, hiszen ilyenkor, amikor a püspök felszentel valakit, ugye is kinevezi valahova, akkor levélben közli vele. Hát egy kicsit hosszú, igyekszem az ide vonatkozót kiemelni belőle. Kedves fiam, írja püspök úr, miután tanulmányait befejeztével az egyházi rend szentségének felvétele által eljutottál az áldozópapi szolgálatig, így nagy örömmel fogadlak téged az egyházmegye papjainak sorába. A lelkipásztori gondoskodást legfőképpen a püspök, mint apostolutód viseli. A hívő közösség ellátásának szolgálatát immár a veled való együttműködés által is segíteni szeretném. Első lelkipásztori állomás helyként 2011. augusztus 1-jei hatállyal a ceglédi plebániát jelöltem ki számodra, kápláni szolgálatra. Állj föl, Levent atya! Mivel egyházunk a jelen körülmények között szekularizált társadalomban él, a hívő közösség belső életének fenntartása mellett nagyon fontos a katekumenális szemlélet elsajátítása és az evangelizáció végzése. Az elkötelezett családok is segítik ugyan a hit továbbadását, de mégis nagyon sokan vannak olyanok, akik saját családjukban nem, vagy nem kellőképpen találkoznak a kereszténységgel. Na, ezt vettem észre a mai háladó misén, 76. évemet taposom, magam tanítom a hittant, tegnap én elmegyek nekik a ballagásra, na ne kérdezzék, hogy hány szülő és hány gyerek volt ma a háladáson. De reggel 4 órakor kinyitottam még egy ablakot, jött a friss levegő, a danászás még hallotta. Tudja, a 4 éves korban már meg kell ünnepelni. Annak idején megkérdeztem a szüleimet, mind a kettő egyetemet végzett. Mondjátok, ti ballagtatok az egyetemen? Nem. Lentebb? Nem. Akkor mikor ballagtatok? Csak érettségikor. Most kis csoportból átballag a nagy csoportba, ballag. Meg kell ünnepelni. 80-90 személyes kis uzsonna, vagy vacsora, vagy valamivel. Hát tegyék. Csak lehetőleg csöndesebben, mint az éjjel. Na, nem ők kurjongattak, hanem akik részt vettek rajta. Legyen gondod arra, folytatja a püspök úr, hogy tanulja a papságban már hosszabb időt eltöltött társaitól. Közöttük kiemelte illeti meg a principálisodat, magyarul a plebánosodat, megint állj föl, Levente atya. Többször már nem állítom föl. Közöttük az ő segítségével tanulj meg együttműködni a közösségekkel, és egy-egy Istennek elkötelezett személlyel, akiket az adott helyen találsz. Továbbra is legyen gondod az evangélium szellemében való lelki elmélyedésre és ismereteid bővítésére, melyek segíteni fognak lelkipásztori munkád eredményes végzésében is. Papi feladataid végzésében magam is szívesen segítelek. Az Úristen áldása kísérje papi életed,
testvéri szeretettel Berd Miklós Váci püspök. Miután tisztelettel meghallgattuk ugye a kinevezést, néhány szót szeretnék én is szólni. Nem csak azon a címen vagyok itt, hogy a területileg illetékes főesperes. Először is, hát a rektor kanonok úrnak is szeretnék köszönetet mondani, remélem jól megnevelték ezt a fiúcskát. Majd megtapasztaljuk. Köszönet a szónoknak is, üdvözlöm a többi atyákat is, a kisatyákat is, nem sokára majd ők is már fölszentelt papok lesznek, reméljük. Nem gondolják meg, vagy el nem küldik őket, mind a kettő lehetséges. És Karnagy urat, Vácról, meg mindenkit, a házigazdát. Hol van? Ő ugyan, mikor az első misét mondtam, most visszaadom neki, mikor az első miséjét bemutatta Budapesten azon a plebánián, ahol a bölcsünk ringott mindkettőnknek, mindenkit végig köszöntött, csak pont a helybeli papot nem, aki onnét származott. Na nem baj, megbocsájtottam, megszoktam. Sok minden. 51 éves papa vagyok, elképzelték, mennyi mindent kellett megszokni és elviselni. És Cegléden volt beosztva az újmisés atya gyakorlatra, és a szomszéd plebánián egy névnapon voltunk. Odáll elém, és azt mondja, hogy engem 2000-ben az apátúr bérmált. Hát ugye akkor 14 éves volt, most meg 25. Hát én is változtam, persze, hogy öregettem, de az arcvonal sem csak megmaradtak, de hát ő azért felserdült. Mondom, van fényképed róla? Van. És volt benne annyi figyelmesség, hogy amikor eljött, levelezőlap nagyságot megnagyította körülbelül ilyen nagyra, pont amikor ő kenem meg a Szent Krizmával. Ezt már a kedves évek kedvéért mondom, egy vagy két évvel később pedig a templomot szenteltem, áldottam meg. Kedves fiam, most én is ezt mondom, hozzám képest azt hiszem 76, meg 25 különbség. Érezd magad jól, ahová a főpásztor helyezett. Amikor közel 60 évvel ezelőtt Vácott a Székesegyházban, vagy a püspöki hivatalban, most így nevezik, akkor még püspöki palota volt, jelentkeztünk, és hát az egyik tanár sétált, várt minket, három dolgot kérdezett. Egy, szerelmes volt, biztos, haféle gyerekkori szerelem. Táncolni tud, kicsit. Fogai rendben vannak? Hát igen, akkor még rendben voltak. Tudnék, azért a szolmoklás ezek kellettek. Most ugye mosolygjunk, de az ember utólag így gondolja, mindegyiknek megvan azért a maga jelentősége. Na és akkor tudtam, hogy valami verset kell mondani a felvételim, meg énekelni, mit? Van-e valami hallása? És akkor én Sík Sándornak megtanultam a primícia, vagyis az első szentmiseről írt versét. Rám kerül a sor, na mit akar maga mondani? És mondom neki, hogy mit? Mit akar maga? Hát most jelentkezik, most akar elindulni, és maga már a primíciánál tart. Tegy el! Mondj el az aranymiséjén! Az még 50 év. 56? Bocsánat akkor. Hát az már túl van nekem egy évvel. Most néhány sort szeretnék belőle idézni. Nem az egészet, csak néhány sort. Eljött a perc, így a Sík Sándor.
a boldog, a csengő felsikoltott, mellé bókoltak a fejek, s a csillogó paténa felett a kenyéristen megmutatkozott. Fekszem a fészek isten kebelén, itt a fészek puha és meleg, és az enyém, az üdvösség illata rajtam. Egyetlen vágytól mámoros az ajkam, így, így maradni, vége szakadatlan. Kedves fiam, kedves Zoltán atya, ezt kívánjuk, így, így maradni, vége szakadatlan. És ez az egyetlen kebel, ahová hajthatod a fejedet, Jézus keble, a többi nem való a papnak. Tudom, miért mondom. Még egy gondolat, amikor majd múlnak az évek, aztán eljutsz az ezüstig, jussal arany, stb. Akkor elmondtas te is azt, amit Pilinszky János írt, amint kezdtem, végig az maradtam, ahogyan kezdtem, mindvégig azt csináltam. Ezt kívánom neked, fiam, szeretettel. És minden bizonnyal ott a hét ajándék között, talán éppen nagyon megtanultam a hét ajándékot, zárójelben mondom, mert volt egy segédpüspökünk, az irgalmatlanul megcincált először a plebánosokat, aztán a bérmálkozókat, nyugodjon, meghalt. Tudod a hét ajándékát a Szent Élek? Én nagy városban történt, ahol működtem. Hát persze, ilyenkor az ember igyekszik a legjobbakat odaállítani. A Zsuzsika köszönti a püspök urat, meg még másik két gyerek. Mondd el a Szent Élek hét ajándékát! Hát ez nagyon meglepődött. Azt hitt, hogy majd megcirógatja a püspök atya két oldalt. Ugye, vagy egy szent képet ad neki, mondd el a hét ajándékot. Nem tudta. Hát egy kis észfogyatkozás volt szegénykémnél. De nem kérdezte meg sem a plebánost, én akkor káplán voltam még, sem engem. És mikor a 250 valahány bérmálkozó közül rákerült a sor, megismert a püspök úr, tudod most már a Szent Élek hét ajándékát? Stotta! Bölcsesség, értelem, tanács, tudomány, jámborság, lelkerőség, istenfélelem. Úgyhogy megtanultam én is, de alaposan. Na mondom, hogyha jön bérmálni, még esetleg engem is megleckésztet. Na mondom, megtanulom tisztességgel én is. Talán a hét ajándék közül a tanács lelke érintette meg őt. Uram, tényleg akarod, hogy papod legyek? Vagy nem? Vagy valamelyik másik ajándék? Hála Istennek, működött benned a Szentlélek, jól választottál, szent hivatás, nem könnyű, ez biztos, de nem mindig az a jó és boldogító, mely könnyű. Hiszen a szentírás azt mondja, hogy sok nehézség árán kell bejutnunk az Isten országába. Hát a papnak is. Vannak nehézségek, amit nagyon sokszor a pap magában hordoz, és nem mond kifele, és talán a lelkatyán kívül senkinek nem mondja el, csak belül vívódik, mert bizonyára szeretnek bennünket a hívek, de néha annyira szeretnek minket, hogy tudnak azért borsot is törni az órunk alá, és hát ugye ezeket is le kell nyernünk. Szeretetből teszik, biztos, hát mi szeretetből lenyeljük, ha csak vissza nem fricskázunk olykor-olykor. Azt kívánjuk a jelenlévő atyák, a kedves testvérek, a rokonok,
az édesanyja, a többi rokonok, akik fölneveltek téged, fiam, akik imádkoztak érted, akik valóban az oltárhoz segítették, tettek téged, imádkozzanak továbbra is érte, hogy valóban hűséges maradjon mindvégig, és majd akkor, amikor búcsúzásul, mert én lövök, majd utána, bár ezt nem tudjuk, ráteszik majd a koporsónkra. Hát régen rátették a miseruhák, majd valamelyiket ráteszik, hogy már most azt hiszem arról is leszoktak, hanem csak egy kelyet tesznek rá, vagy mit tudom én mit. Tehát nem tudom, hogy miért nem fér le azon a koporsón, de hát ezt látom mostanában egy papi temetéseken. Pedig hát viseltük évtizedeken keresztül, és nem szégyeltük. Sőt, akkor úgy tud átlépni e földi életbe, a másik életbe, a túlpartot elérni, hogy azt mondhass, Uram, akiket rám bíztál, azokat megőriztem, és egy sem veszett el legalábbis az én hibámból. Isten éltessen, és árasszon el, fiam, bőséges áldásával. Köszönöm apát úrnak kedves szavait. Kedves testvéreim, mielőtt az új mise áldását megadom, szeretném kifejezni köszönetemet és hálámat. Köszönet és a hála szavai először is a mindenható Úristent illetik meg. Hálát adok neki azért, hogy egy szerető családba teremtett, hogy bűnösségem és gyarlóságom ellenére méltónak talált arra, hogy a papság rendjébe meghívott. Köszönöm püspök atyának, aki a Váci Egyházmegye kispapjai közé felvett, a tanulmányaimban támogatott, és kézrátétele által az áldozó papság rendjébe felvett. Édesanyám és nagymamám felé hadd szóljak a költő szavaival. Sida Jenő, édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem hajnalám. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz áldja szenteli meg a napnak étkét, italát. Ez a kéz vállalt életre gyilkos robotban rabigát. Ezt tette éltünk nappalokká a nyugodalmi perceket. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éjsötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keberre, mely csupa-csupa szeretet? Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út. Ujjait rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még, adja ég. Ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egy más, szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide,
csak egy pillanatra hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság s szeretet. Némán nagy forró áhítattal csókolom meg a kezedet. Hálával és nagy köszönettel tartozom két bátyámnak, sógornőjeimnek. Szemináriumi évek alatt mindig mellettem álltak, segítettek, amivel tudtak, támogattak. Bármikor számíthattam rájuk. Külön köszönöm, hogy a mai ünnepségünk megszervezésében áldozatos munkájukkal tevékenyen részt vettek. Köszönöm plébános atyának, aki kiskapi éveim alatt szellemi, lelki formálódásomban támogatott, valamint azt is, hogy az új misém előkészületeiben segített, és felkérésemet elfogadva kézvezetőként közreműködött. Köszönöm újmisét szónokomnak, egyben lelkivezetőmnek is, hogy a Szentmise homiliáját vállalta, szíve mélységéből gondolataival támogatott, bátorított, és az Úristenhez közelebb vezetett. Köszönöm a tanáratyáknak és a szemináriumi előjáróimnak, hogy a felkészülés ideje alatt mind a szellemi, mind a lelki formálódásomban segítettek, vezettek, jó példával előttem jártak. Köszönöm, hogy a pasztorális fél év alatt részt vehettem egy plébánia életében, és tapasztalatokat szerezhettem a gyakorlati lelkipásztorkodás területéről. S végül, de nem utolsó sorban, hálával és köszönettel fordulok mindazokhoz, akik bármivel is segítettek. Lehet, hogy nem tudok róla, mert egy csöndes szoba magányában valaki imára kulcsolta a két kezét, és értem könyörgött. Lehet, hogy nem tudok róla, de valaki szentmisét is felajánlott értem. Bármilyen munkát, áldozattal, amit végzett, bárki, aki valamivel is hozzájárult a mai közös ünnepünk szebbétételéhez, az Úristen bőségesen jutalmazza meg, és áldását és kegyelmét kérem mindazokra, akik az Úr oltárához segítettek. Következnek az újmisés áldások, először a papság, utána pedig a szülők, családtagoknak a megáldása. Utána a szentmise befejező áldása két himnusszal, és utána pedig a kispapok stólát fognak ide kifeszíteni, és az újmisés atya itt fogja mindazokat megáldani, akik ide járulnak az újmisés áldáshoz egyszerre annyit, amennyien a két stóla elé beférnek. Arra kérem a kedves testvéreket, hogy aki részesült az újmisés áldásban, a himnuszok után, mikor elhagyja a templomot, akkor ne arra, hanem a sekrestye felé. A sekrestye kijáratánál kispapok fogják osztani az újmisés atyának a szentképét, melyet az újmisére készített, illetve a templom háta mögötti részen pedig egy
kis frissítővel szeretnénk mindenkit megkínálni. Szeretetének szívedben az Isten, adja meg neked az Úr a bölcsesség, az értelem, a tudomány, a tanács, az erő, a jámborság és az Isten félelem lelkét. Világosítsa meg arcodat, emlékezzék minden imádságodra, és legyen neki tetsző minden áldozatod. Formáljon téged igaz emberré és szent pappá országában. Adjon neked az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lásd Jeruzsálem javait. Legyen életed áldás azoknak, akiknek szolgálsz, halálod pedig békés hazavérés az Atyához. Minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Adjon neked az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lásd Jeruzsálem javait. Legyen életed áldás azoknak, akiknek szolgálsz, halálod pedig békés hazatérés az Atyához. Minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
szívedet közé gyújtsd meg szívedben az Isten. Fogadd el édesanyám az áldás fiattól, legyen ez nehézségeik támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítse elhatározásaidban. Áldjon meg téged a szenvedés idején, küldjön neked segítséget szentélyéből, és őrizzen téged. Légy áldott minden dologban, találj tetszésére Isten szemében. Ő adjon neked hosszú életet, erősítse meg, hogy hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éld a földi életet. Minden napi munkát legyen Istennek tetsző szolgálat, minden jóért, amit másokkal tettél, kapjál százszoros jutalmat, és juss el a boldog örök életre. Adja meg neked Isten a végső álmodatosság kegyelmét. Papi készfeltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szeretetének közé gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogad testvérem, testvéred áldását, amelyet erősítsen meg az Úr. Az Atya minden hatósága őrizzen téged, a Fiú bölcsessége világosítsa, a Szentlélek szeretete árasszon el téged. Lángolja mennyei szeretettől, s a földieket helyesen használva egyedül Istennek szolgál. Adjon neked hosszú életet, és minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szeretetének tűzé gyújtsa meg szívedben az Isten, fogad testvérem, testvéred áldását, amelyet erősítsen meg az Úr. Az Atya minden hatósága őrizzen téged, a Fiú bölcsessége világosítsa, a Szentlélek szeretete árasszon el téged. Lángolja mennyei szeretettől, és a földieket helyesen használva egyedül Istennek szolgálj. Adjon neked hosszú életet, és minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szeretetének tűzé gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogadd el nagymamád unokád áldását, legyen ez öregséget támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítse elhatározásokat. Áldja meg téged a szenvedés idején. Küldjön neked segítséget szentélyéből, és őrizzen téged. Légy áldott minden dologban, találj tetszésre Isten szemében, ő adjon neked hosszú életet, áldjon meg téged az Úr az ég áldásaival, minden majd elfogy életet, ne hagyjon el, hanem legyen bőséges jutalmad az égben. Nyerj százszoros jutalmat és örök életet. Adja meg neked az Isten a végső álhatatosság kegyelmét, és minden égi és földi áldással áldjon meg téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Fogadjál meg áldásomat, amelyet az Úristen erősítsen meg, a mindenható őrizzen meg, az örökké világosítson meg, a szeretet gyújtson rádra titeket. Azzal a szeretettel, melyet Isten szeret benneteket, gondoskodjatok egymástól, az Úr áldja meg a törekvéseteket. Krisztus világossága mutassa utat nektek, és lelkével vezessen benneteket az élet nehézségeinek a végső cél felé. Adjon nektek hosszú életet, és boldogulást minden ügyetekben. A földieket pedig helyesen használva, építsétek Isten országát az emberi közösségben.
a boldogságot Szűz Mária és védő szentségek közfeljárására áldjon meg titeket a minden égi és földi áldással a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Thank you.